Szeretettel köszöntjük Önöket, köszöntjük a világ tájáról, többek között az óceánon túlról részvevőket is. Nagyon örülünk, hogy megtiszteltek minket a jelenlétükkel a PPH, a Nyílt Akadémia közös élet és emberismert fejlesztő képzésén. Én Szedlacsiknyi Krisztina vagyok, a PPH egyik vezetője. Szedlacsi Gergő vagyok, PPH egyik vezetője. Tegeződve szoktuk tartani a képzéseket, remélem ez nem bántó senki számára, sőt, nálunk mindenki tegezi egymást, kortól, nemtől függetlenül. Feleségemmel élek Budapesten, jelenleg egy cégnél vagyok rendszergazda, illetve sok területen dolgozom egy a cégem belül. Ahogy szokták mondani, fél ezer mester vagyok. Feleségemmel együtt építjük PPH-s csapatunkat. Azért kezdtem a Nyílt Akadémiát tanulni, mert édesapám Szedlacsik Miklós gyerekkorom óta visz a rendezvényekre, és azóta támogatom a munkásságában, plusz én is szeretném az emberek tudatosságának növelését elérni, hogy bejussunk az aranykorba. Mit adott nekem a coach képzés? Elkezdtem megérteni az emberek működését a coach képzések tanulásával, és ezáltal magamat is megismertem. Régebben egy türelmetlen, idegeskedő ember voltam, de mára már nagyon sokat változtam ezen a téren. Én is szeretnék pár gondolatot mondani magamról. Budapesten élünk a párommal, a férjemmel, boldog házasságban. Én jelenleg még irodai recepciósként dolgozom egy irodában. 2016-ban ismerkedtem meg először a PPH-val, egy Szedlacsik Miklós mesterkóccsal. Nekem édesanyám javasolta, hogy kezdjek el itt tanulni, mert hogy milyen jó, ő már itt tanult akkoriban, és hogy milyen jó dolgokat tanul itt, és hogy érdemes lenne nekem is elkezdenem. Elkezdtem hallgatni az ingyenes előadásokat, és rájöttem, hogy igen, ez tetszik nekem, és elkezdtem a képzéseket. Én azóta is itt tanulok, és minden alkalommal új információt kapok, és egyre bővül a tudás. Nekem az is tetszett, hogy gyakorlatias a képzés, hiszen Szedlacsik Miklós nem csak azt mondja el, mit kellene tenni, hanem azt, hogy hogyan és hogyan valósítható meg. Nekem az is tetszett még, hogy életjobbító kócsszakmát sajátíthatok el, amiben lehetőséget láttam, hogy olyan dolgot csináljak, ami mások számára is hasznos. Életem legjobb döntése volt, hogy elkezdtem itt tanulni. Számomra nagyon sok változás hozott a Nyílt Akadémia az életemben. Új látásmódot kaptam, egyre több megértés az életemben, hogy mi miért történt, és most miért történik. Visszakaptam az önmagamba vetett hitemet, ezáltal az önbizalmam és az önértékelésem is. Új célokat tudunk kitűzni, amiket meg is tudunk már valósítani. Mióta személyesen ismerem Szedlacsik Miklós mesterkócsot, nem volt olyan tanácsa, ami nem lett volna igaz. Számomra nagyon nagy személyiségfejlődést nyújtott, a képzései által rendeződött az életem, és egyre harmonikusabban élünk. A mai képzésünket a legnagyobb tudású és tapasztalatú mesterkócs és boldogságspecialista, a szervezetünk alapítója és vezetője fogja tartani. Előadónk egy olyan vezető, akinek a tudása, képessége és tapasztalatai olyan páratlan kombinációban léteznek, ami egyedülállóvá teszi a bolygón. Ha megnézzük, hogy még miben egyedülálló a vezetőnk, arra jutunk, hogy a vezetésével 4 területen ért el szervezetünk piacvezető pozíciót úgy, hogy abból 2 teljesen ellentétes indítatású tevékenység. A vezetőnk az egyetlen olyan személy a Földön, akinek javára egy kalap alá tudja hozni az anyagot és a szellemiséget. Ő az, aki a mindennapokban használható tudás terén a legtöbb információ átadásra képes ma a bolygónkon. Neki van a legrészletesebb információja a bolygószinten legkésőbb 2035-re létrejövő elnyomásmentes aranykorról. Vezetőnk küldetése az emberek lelki fejlődése és olyan szintre emelése, hogy képesek legyenek szeretetben, békében és boldogságban élni azért, hogy bekerülhessenek az aranykorba. Szeretném megkérni vezetőnket, Szedlacsik Miklós mesterkócs édesapámat, hogy jöjjön és tartsa meg a mai képzést. Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit. Remélem mindenki jól hall, jól lát. Mely mindig egy különleges helyszínről jelentkezünk, nem onnan, ahonnan szoktunk. Kicsit eltávolodtunk Magyarországról, jelenleg Horvátországban vagyunk. Remélem, ezt nem veszi senki se zokon. No, akkor
Hát nem tudom, mennyire vagytok elégedettek azzal, ami jelenleg a világban folyik. De egy ilyen érdekes világban élünk, nem? Ahol ilyen furcsaságok történnek, például olyan furcsaságok, hogy gerjesztik azt, hogy mondjuk a háború minél tovább tartson. Ugye Magyarország szomszédságában lévő országban. Ugye hogy gerjesztik azt, hogy minél tovább tartson? Tehát az oroszok így is, úgy is ugye győzni fognak. Tehát ez nem kérdés. Tehát mind létszámban, mind technikában messze felülmúlják ugye az ukrán hadsereget. Tehát ugye itt egy kérdés van, hogy az ukránok meddig tartanak ki. És az ukránok annál tovább tartanak ki, minél többet ugye támogatják őt a többi ország. Tehát gyakorlatilag ugye ez a háború akkor fejeződött volna gyorsan be, hogyha ugye nem támogatták volna az ukránokat. Mindenféle szempontból, pénzzel, meg fegyverrel, meg stb. Meg egyéb más dolgokkal. Tehát gyakorlatilag egy ilyen érdekes dolog, tehát ezzel ugye elsősorban kik, akik szítják az egészet, ugye Németország, Anglia és Egyesült Államok, ugye ők támogatják leginkább ugye ezt a fegyverkezést Ukrajna részéről. Tehát ami gyakorlatilag annyit jelent, hogy mondhatjuk azt, hogy a nyugat támogatja, ugye, és hát nyilván nem csak ők, hanem még más országok is innen nyugatról, tehát hozzájuk képest ugye nyugatról támogatják, és hát ezáltal ugye nyújtják a háborút, de hát ugye azoknak az országoknak, akik támogatják, azt ugye nem gondolja senki, hogy bármilyen háborút humanitárius segélyként támogatják a különböző országok, meg cégek. Tehát ugye senki nem gondolja azt, hogy a fegyver előállítás, vagy akár már az előállított olyan fegyverek, amelyik már elavultak, és már régiek, és azoknak az átadása az ugye ingyen történik. Ezt nem gondolja valaki komolyan. Tehát ebből komoly hasznokat húznak cégek, akik gyártják, és nyilván valamilyen szinten az országok is húzhatnak ebből hasznokat. De főleg mondom azok a gyártók, akik magát a fegyvert gyártják, illetve gyártották, vagy éppen már nem gyártják, hanem kereskednek vele, mert már ugye rég eladott az a fegyver, a gyártó által eladott, már valahol van, és azt most fogják és továbbadják azt a fegyvert, és ugye pénzt csinálnak belőle. Tehát ugye nyilvánvaló, hogy ha akár Ukrajnának nincs pénze fegyverre, akkor ugye ez hogy szokott működni a világban, akkor hitelből vásárolja, ami azt jelenti, hogy hát nyilván vagy fölvesz hitelt, vagy annak az árával tartozik akkor azoknak az országoknak, vagy akár ugye kereskedőknek, akik ezt a fegyverüzletet kötik velük. Szóval ugye nem gondolják semmi ilyen komolyan, hogy itt bármilyen humanitárius fegyvereladások történnek, meg segélyezések Ukrajna felé. Tehát ugye azt nem gondolja senki, hogy az a világhatalom, ami ma a világban van, az olyan humánus, hogy bármit ingyen adna. Tehát ugye azok a világhatalmon lévő családok, azok a leguzsorásabbak, amik csak léteznek, tehát náluk uzsorásabb emberek nem kellenek a Földön. Hát most gondoljunk végig, hogy a Föld adósságállománya, tehát amennyi az adósság, a lakosság és az államok eladósodottsága, az olyan mértékű, hogy gyakorlatilag a bolygó nem rendelkezik annyi
pénzzel a föld, az egész földön, az egész emberiség nem rendelkezik annyi pénzzel meg vagyonnal, amennyi az egész adósságállomány, ami az országok adósságállománya, és amennyi a lakosság adósságállománya. És akkor gondoljuk végig, hogyha ugye ennyi, ilyen mértékben el vannak adósodva az emberek és az országok, meg a cégek is természetesen, akkor gyakorlatilag hát kiknek, miknek, hogyan, tehát mi módon, tehát hogy lesz az visszafizetve, tehát hogyha a Földön nincs akkora vagyon, amiből azt vissza lehetne fizetni, akkor az hogy lesz visszafizetve. Tehát eleve ez úgy működik, hogy, a hitellel azt érik el az embereknél, illetve a vállalkozásoknál, országoknál, hogy teljes egészében kiszolgáltatottakká váljon. Na és, ugye ha az országokkal, meg a vállalatokkal, meg az emberekkel azt csinálták ezek a hitelezők, hogy, így kizsákmányolják őket a hitel révén, akkor ugye nem gondolja komolyan azt bárki is, hogy, Ukrajnát azt csak úgy humanitárius segélyekkel támogatják, ami ugye éppen fegyver mondjuk, az a humanitárius segély. Szóval egy érdekes világban élünk, ahol szó szerint azt csinálják, hogy a haszon érdekében minél tovább fenn kell tartani a háborút. Tehát minél tovább, tehát ugye itt nem az a kérdés, hogy ki fog ebbe a háborúba győzni, vagy ki fog veszíteni, itt az a kérdés, hogy meddig tart ez a háború. Jó, és ha, jól csinálják ezt az elhúzást, mivel ugye nem egy kis országról van szó, hát ezáltal ugye akár, akár még évekig is el lehet húzogatni ezeket a dolgokat. Hát, mint a Covidot, így van. Mint a Covidot is elhúzogatták 2 évig, hát akár ezt a háborút is elhúzogathatják nyugodtan 1-2 évig. Tehát ugye tudjuk, hogy lehet szépen lassan előre haladni az ellenállás miatt, és, ezáltal ugye szépen húzódnak a dolgok. Na mindegy, egy érdekes világban élünk, de nem is, ez a legfontosabb kérdés, hanem az a legfontosabb kérdés, hogy az emberek mennyire helyesen látnak itt dolgokat a világban, és mennyire vannak megvezetve. Tehát mennyire vannak megvezetve. Tehát itt ez a kérdés, hogy vajon az emberek ezt átlátják-e, hogy, a tudatlanságuk mögött, tehát a tudatlanságuk következménye az mi lesz a jövőre nézve, rájuk nézve. Itt mindig ez a kérdés. Tehát nem azért tudatlan egy ember, mert buta vagy ostoba, hanem azért tudatlan, mert a figyelme az nem azon van, amin kellene. Tehát valami olyan dolgon van a figyelme, ami számára érdektelen. Tehát érdektelen. Tehát most mondok példát, mik azok az érdektelen dolgok, amin a figyelme van az embernek. Az emberi elme az úgy működik, hogy bármit nem fejeztél be az életedben, onnantól, hogy megszülettél, bármit nem fejeztél be, azon valamennyi figyelmed ott maradt. Tehát bármin. És ha a minél nagyobb dolgok ezek, vagy minél több olyan dolog van, amin az ember figyelme ott maradt, akkor az azt jelenti, hogy a jelenre a figyelem az nagyon csekély. Ami annyit jelent, hogy ahhoz, hogy az ember helyesen lásson át dolgokat az életben, ahhoz egy megfelelő nagyságú odafigyelés kell a dologra, és nem egy ilyen felületes szemlélődés. Tehát amikor az ember felületesen szemlélődik, akkor nem azt érzékeli az érzékszerveivel, ami ténylegesen adott helyzetben van. Ugye az érzékszerveinkkel, az 5 érzékszervünkkel érzékelünk,
és ugye annyira vagyunk képesek érzékelni a valóságot, amennyire képesek vagyunk arra, hogy ne felületesen tekintsünk dolgokra, hanem alaposabban rátekintsünk. Ez nem csak a nézés, ez a hallás, és ugye ha lehetőség van rá, akkor nyilván kevesebb hangsúly van a tapintásra, a szaglásra, ilyen esetekben meg az ízlelésre. Tehát elsősorban a hallás és a látás az, ami leginkább az érzékelés a különböző dolgokban, de lényeg az, hogy itt vagyunk mi emberek, és az emberek nem tudják azt, hogy minél jobban szétszórják a figyelmüket, tehát ez azt is jelenti, hogy ha valamit mondjuk mondtak neked az életedben, és azt nem értetted meg, vagy történt veled valami az életedben, és azt nem értetted meg, akkor az valamit elvett a figyelmedből, mert az egy befejezetlen dolog. Tehát bármit, amit az életedben nem értettél meg, az valamennyit elvett a figyelmedből. És ez úgy működik, hogyha folyamatosan csökken egy ember figyelme, akkor képes oda jutni, hogy a jelenben valós információkat már az elméje nem képes befogadni, azért nem képes befogadni, mert egyszerűen nem tud odafigyelni a valós információra. Tehát ez azt jelenti, hogy az emberek fogják, és most hallgatják, nézik, olvassák a híreket, és abból mondjuk nem értenek dolgokat, azon is ott marad figyelme, és annyival kevesebb lesz a figyelme a jelenben a saját dolgaira. Na most ez úgy működik, hogy egy embernek minél kevesebb figyelme van a jelenére, annál több olyan dolog történhet vele, ami problémát okoz az életében. Tehát ami azt jelenti, hogy akár baleset, vagy akár egy olyan probléma, amire ugye megoldás kellene, de egyszerűen mivel a figyelme az már nagyon kicsi, ezért gyakorlatilag nem tudja megoldani azt a problémát, mert képtelen tudást elsajátítani ahhoz, hogy megoldja azt a problémát. Tehát mondok példát, jó, hogy értse mindenki. Hát bizonyára láttatok annak idején, mikor iskolába jártatok, olyan tanulókat, hagyományos iskolában, mondjuk általános iskolában, vagy középiskolában, vagy valaki esetleg szakmunkás képzőben, hogy rossz tanuló volt. Tehát a többiekhez képest rossz tanuló. Minden iskolában, minden osztályban voltak rossz tanulók. De most nem azt mondom, nem az olyan rossz tanulót, aki bizonyos tantárgyakban jó volt, bizonyos tantárgyakban rossz, hanem olyanokat, akik gyakorlatilag a tantárgyakban rosszak voltak. Tehát ugye, mert vannak olyan diákok, hogy bizonyos tantárgyakban jók, bizonyos tantárgyakban rosszak, mert egyszerűen a rossz tantárgy, tehát azért rosszak bizonyos tantárgyakban, mert nem érdekli őket. Tehát egyszerűen nem érdekli. És ezáltal ugye azokat a tantárgyakat nem tanulja. Ami megérdekli, abban jó, és tanulja. Na most, viszont én emlékszek olyan gyerekekre annak idején, hogy ugye az osztályban elsősorban, ez általános és középiskolában egyaránt volt, hogy egyszerűen minden tantárgyból rossz volt. Mondjuk jó, testnevelésből nem, de az nem tantárgy, érted? Tehát az nem olyan, az egyszerűen az egy készség, hogy valaki testnevelésben jó vagy sem. Tehát én olyan tantárgyakra gondolok, amit tanulni kell. És voltak olyan, nem egy-két olyan tanuló volt, aki mindben
Tehát mindben. Tehát nem volt olyan, hogy a humán tantárgyak közül valami jó lett volna neki. Tehát nem volt olyan. És ugye ez volt az általános. Tehát olyan ritka volt még az én időmben, hogy bizonyos tantárgyakból jó volt, bizonyos tantárgyakból rossz, mert akkor még a szülők sokkal szigorúbbak voltak a tanulás kérdésében, és sokkal jobban kényszerítették a gyerekeket arra, hogy tanuljanak, mint mondjuk manapság. Szóval a lényeg az, hogy ugye miért és mit láthattál akkor azoknál a gyerekeknél, akik ugye a tantárgyakból rosszak voltak? Azt, hogy otthon egy csomó gond volt a szülővel, a szülőkkel és a szülő-gyerek közti kapcsolattal is. Tehát a párkapcsolattal is. Tehát ami azt jelenti, hogy a gyerek szülei tel is tele voltak problémával, a gyerekkel szemben is tel is tele voltak problémával, ami azt jelenti, hogy a gyereknek már általános iskolás korában a gyerek már eljutott oda, hogy gyakorlatilag nem jutott figyelme a tanulásra. Tehát ezt nyilván akkor nem tudtam, ezt csak azóta tudtam, de most már tudom, hogy ez így van. És mindenki, aki rossz tanuló volt, mindenkinél otthon családi problémák voltak, kivétel nélkül. Tehát kivétel nélkül. Tehát azok, akik kettesek voltak, tehát bukdácsoltak, épp átmentek az éveken, tehát évvégeken, azok mind családi problémával küzdködtek otthon. Tehát mind. És ugye ez elsősorban, hát az általános iskolában valahogy, ugye mivel többet voltunk együtt a gyerekekkel, ugye 8 évet jellemzően, ezért ugye több információnk volt, mint a középiskoláról. Meg hát középiskolában már, ugye már serdülőkor, és akkor a serdülő gyerekeknek a figyelme az már az iskola helyett már más irányba is kezd eltérülni. Tehát itt elsősorban az általános iskoláról beszélek, és lényeg az, hogy ma egy olyan világot élünk, hogy nem elég, hogy neked voltak problémáid az életben, be nem fejezett, tehát minden probléma az be nem fejezett dolog. Az a befejezett, amit te problémát megoldottál. De az viszont nem probléma, amit te megoldottál, mert akkor ez egy feladat volt. Tehát minden probléma az életedben, ami probléma volt, tehát amit te nem oldottál meg, azon ott maradt a figyelmed. És ha most jelenben bármin problémázol, bármin, az lehet mondjuk a politika, az lehet a háború, az lehet a gazdasági helyzet, az lehet a pénzügyeid, azon ott marad a figyelmed. Tehát bármin, ott marad a figyelmed. És ha ott marad a figyelmed, akkor jön egy következő dolog, azért nem fogod tudni megoldani, mert nincs elég figyelmed arra a dologra, és onnantól kezdve az is egy probléma lesz. Az egy újabb probléma lesz. És ha minél inkább hagyod, hogy problémaként élj meg olyan dolgokat, hát gondold végig, amiben te nem tudsz változást létrehozni, előidézni, azt te nem tudod megoldani. Tehát az ukrajnai háborút nem tudod megoldani, mert nem tudod megoldani. De ha a figyelmedet oda teszed, és problémázol az ukrajnai háborún, akkor onnantól kezdve a figyelmed egy részét már oda is kötötte. De bármi legyen az, mit tudom én, mondjuk olvasol egy olyat, hogy mit tudom én, volt egy buszbaleset, azt a buszbalesetben a fél társaság meghalt, érted? És te ott sajnálkozol, és te ott problémázol azon, hogy meghalt a fél társaság, érted? Már is a figyelmed egy része ott maradt,
és már is a jelen dolgokra, amik jönnek feléd, amit neked meg kellene tudni oldanod, nem fogod tudni megoldanod, mert a jelenben nincs elég figyelmed. És ez azt jelenti, hogy az embereknél direkt csinálják ezt, direkt annyi rossz hírt nyomatnak, hogy a figyelmüket lekösse az a rossz hír, de ez mind olyan hír, amivel nem tudsz mit kezdeni, mert nem téged érint. Érted? Tehát nem téged érint. Tehát mi az, ami téged érint? Az, ami azok az egyetlen dolgok, azok, amit téged érintenek, amiben neked dolgod van. Érted? Amivel neked nincs dolgod, az nem érinthet téged. Lehet, hogy érint téged, mert fogod azt fölveszed problémaként, egy plusz batyuként a hátadra, hogy még jobban görjedj, de nem kellene csinálni. Tehát mit tudom, én most mondok egy példát, hogyha mondjuk valamelyik jó ismerősöd mondjuk beteg, és te azon problémázol, hogy beteg, de nincs benne dolgod, akkor onnantól kezdve az azt jelenti, hogy a figyelmed egy része ott maradt, és kevesebb figyelmed lesz a jelenre, és ezáltal a jelenben problémákat hozol létre, mert nem, nincs elég odafigyelésed a jelenre. Tehát ezt meg kellene érteni minden embernek, hogy ez így működik. Itt csak egy kérdés van, hogy hogyan oldod meg ennek a problematikáját. Tehát hogyan oldod meg? Nyilván ezt így tanuljuk a PPH-nál, mert mit csinálunk itt a PPH-nál? Ugye van nekünk egy akadémiánk, amit úgy hívják, hogy Nyílt Akadémia, és képzéseket tartunk az embereknek olyan témákban, amely által ezeken a területeken az emberek boldogulnak. De ha az ember boldogulni akar, akkor tanulni kell. Ha az ember tanulni kell, tanulni akar, akkor figyelemre van szükség. Akkor szükséges az, hogy ne olyan dolgokra figyelj, amire nincs megoldásod. Tehát nem tudsz vele dolgozni, érted? Ha nagyon akarsz Ukrajnának segíteni, akkor menjél ki háborúzni, menjél ki katonának, érted? Vagy menjél ki, mondjuk, mit tudom én, nőként kórházakba sebesülteket ápolni, érted? Ha meg nem akarsz ilyet csinálni, akkor meg hagyd békén az egész témát. Világos ez? Tehát olyan dolgokkal foglalkozz, amivel dolgod van. Ha nincs dolgod, hagyd a francba. Oké? Még egyszer, miért? Mert ha olyan dolgokkal foglalkozol, amivel nem tudsz dolgozni, tehát nem tudsz vele mit kezdeni, mit csinálni, akkor leköti a figyelmedet, a jelenre nem lesz elég figyelmed, és nem tudsz a jelenben úgy reagálni a dolgokra, ahogy az ideális lenne. Hát én látom az embereket, nyilván nem most, hanem amikor ugye képzem őket személyesen, ahol ugye ott vagyunk egy csomóan, én látom őket, hogy egyszerűen a figyelmük szétszórt, és tartom a képzést, egyszerűen az emberek egy része képtelen odafigyelni. Tehát képtelen odafigyelni, mert egész máshol jár a gondolata. Tehát, de ha az ember nem tud odafigyelni dolgokra, akkor hogy akar fejlődni, hogy akar változni, hogy akarja ezeket a területeket megoldani? Nem fogja tudni megoldani. Miért? Mert ezekhez a területekhez tudásra van szüksége minden embernek. És ha az ember leköti a figyelmét, akkor a tanulásra sem lesz figyelme.
Tehát ugye például most olyan képzést tartunk, amivel én most két napot foglalkoztam. Itt kint. Két napot. Pedig csak egy résszel foglalkoztam. Na most általában, amivel két napot foglalkozok, az egy hónapi képzés. Tehát egy hónapi képzés. Tehát, hogyha én két napig foglalkozok egy tanítással, akkor én egy hónapig tartok avval kapcsolatban képzést. És csak úgy mondanám, hogy van, azt mondja, hányan kamunk? Kettő? A maival együtt három. Három. És ebben a képzéssel, mondom, kettő napot két teljes napot foglalkoztam. Na most, az miért? Csak azért mondom, mert egy olyan rész jött, olyan rész jön, amire ugye nekem oda, nagyon oda kellett figyelnem, hogy majd úgy tudjam átadni a tudást, hogy az emberek megértsék. De én már tudom előre, hogy az embereknek ez nehéz lesz, mert azt is tudom, hogy a legtöbb embernek, aki tanul, még az itt tanulóknak is a figyelme szana szét szóródik. És azért én kíváncsi vagyok, hogy amit én most átvettem, ami mondom, kb. Egy hónapi tudást szoktam két nap alatt ugye elsajátítani, hogy képes legyek átadni a tudást. Én kíváncsi leszek, hogy három nap alatt hogy fogják ezt befogadni. Arra azért befizetek. Ezt csak úgy mondom előre. Mert ugye ez a legbonyolultabb rész, bonyolultabb, mint az összes együtt, amit tanultunk. Tehát 8 hónapja tanulunk, és az a 8 hónap nincs olyan bonyolult, mint ez, ami most következik. És ez a lényege az egésznek, mert ez a személyiségnek a kielemzése, magának az egyénnek a kielemzése, hogy képes legyen valaki kielemezni egy egyént, vagy akár önmagát, vagy bárki mást, még önmagunkat a legegyszerűbb, de egy más egyént kielemezni. Na most erre leszek kíváncsi, hogyha az emberek minden nyavajára figyelnek, amihez semmi közük az ég adta világon, hogy fognak tudni elsajátítani dolgokat. Jó, és tehát gondold végig, egy olyan világban élünk, hogyha te nem tudsz elég figyelmet szentelni a jelenedre, akkor mi fog történni? Nem az, amit te szeretnél, hanem az fog történni, amit más szeretne. Például mondjuk a munkáltatód, főnököd, mit tudom én, az állam, a hatalom, a multik, érted? A fogyasztói társadalom, stb. Stb. És nem azt az életet fogod élni, amit te szeretnél, hanem azt fogod élni, amit ők szeretnének, hogy élj. És gondolod, hogy amit mások, tehát nem a barátod, nem a szomszédod, már, hanem egész mások, az előbb felsoroltam, hogy kik. Ha ők azt szeretnék, hogy te hogy élj, az tuti, hogy ők azt szeretnék, és tehát valamit szeretnének, és az tuti, hogy jó neked? Hát gondold végig, mit szeretne egy munkáltató? Hát minél hatékonyabban, minél többet ott dolgoz, nem? Nem, ez egyértelmű. Minél hatékonyabban, minél. Mit szeretne az állam? Az állam azt szeretne, hogy te minél többet adózz. Nem? Tehát ez a kettő összepasszol. Mert minél többet dolgozol, annál többet fogsz adózni. Oké? Okay? Mit szeretne a hatalom? Hogy minél többet vásárolj.
Ahhoz, hogy minél többet vásárolj, nem a hatalom, a multik, bocsánat, mit szeretnének a multik? A multik azt szeretnének, hogy minél többet vásárolj. És az megint, most már három összecseng. Mert hogy minél többet vásárolj, annál több pénzednek kell lenni. És annál több adót fogsz fizetni, minél több pénzt. Pénzed van. Világos ez? Na most, mit szeretne a hatalom? A hatalom azt szeretné, hogy te egy nagyon jó kis olyan állampolgár legyél, aki gyakorlatilag nem gondolkodik, csak ezt a hármat kiszolgálja. Ezt szeretné a hatalom. Tehát a hatalom az nem az állam, nem a multik, nem is a munkáltatód, hanem a fölött lévő személyek. Ami azt jelenti, hogy gyakorlatilag mondjuk egy valamivel több mint 300 család a bolygón. Ők azt szeretnék, hogy te egy olyan jó kis állampolgár legyél, aki egy nappal át dolgozik, ha mondjuk egy évben elmegy egy hónapra szabadságra, minél több adót fizessél, lehetőleg többet költsél, mint amennyit keresel, hogy föl kelljen venni hitet, hogy még nagyobb függőségbe legyél, hogy nehogy véletlenül eszedbe juss, hogy ott hagyd a munkahelyedet. Mert mi van akkor, akkor nem tudod fizetni a hitet, mert ugye ebben benne van, gondold végig, ha valaki eladósodik, akkor meggondolja ötször, hogy ott hagyja a munkahelyét, és elmenjen mondjuk munkanélküli segélyre, míg munkát, másik munkahelyet keres, mert közben akkor hogy fogja fizetni a hitelt, stb. Stb. Tehát az egész baromi jól ki van találva, tehát az embereket bevitték egy ilyen zsákutcába, és ebből a zsákutcából igazából nem nagyon van számukra kiút, ha csak nem kezdenek el gondolkodni és tanulni. És hát egy, gondold végig, egy olyan világban élünk, ahol csak te tehetsz magadért, és senki más. Ami azt jelenti, hogy nem számíthatsz a munkáltatódra, nem számíthatsz az államra, nem számíthatsz a világhatalomra, érted? Nem számíthatsz. Egy dologra számíthatsz, magadra, de magadra csak akkor tudsz számítani, hogyha van elég tudásod. Mert ha nincs elég tudásod, hát akkor éled úgy az életedet, ahogy eddig, csak egyre rosszabbul. Tehát ha megnézed, a legtöbb embernek az elmúlt három évben romlott az élet minősége. Tehát nem azt mondom, hogy az élet színvonala, az élet minősége romlott. Tehát lehet, hogy az élet színvonala nem romlott, de az élet minősége simán romolhatott. És az mit jelent? Az azt jelenti, hogy további élet minőségre számíthat, minőség romlásra számíthatnak az emberek. Tehát mit jelent az élet minőség romlás? Az azt jelenti, hogy kevesebb a szabadság, és több a kötelezettség. Oké? Tehát az elmúlt két évben jóval több kötelezettség volt. Hát gondold végig, köteleztek arra, hogy maszkot viselj, sok dolgozót köteleztek arra, hogy beoltassa magát, stb. Stb. Tehát egy csomó kötelesség lett. A kötelességek, kötelezettségek növelésével, ugye az azt jelenti, hogy az a szabadság rovására történik. Tehát ha minél több a kötelességet, kötelezettséget, annál kevesebb a szabadságod, ami annyit jelent, hogy egy embernek az az életminőség, hogyha szeretetben él, egészségben él, szabadságban él, elismerésben él, és van elég pénze. Gyakorlatilag ezt jelenti. Na most ez pedig csorbult az elmúlt években.
És egy olyan világban élünk, ahol ezt tovább csorbítják. Tehát most gondold végig, nem tudom én, most olyan szankciókat hoznak az oroszokkal szemben, amivel nem az oroszokkal szúrnak ki leginkább, hanem azokkal az országoknak a lakóival, akik országok a szankciókat hozzák. Tehát Európa körülbelül 60%-ban, vagy még több mint 60%-ban az orosz nyersanyagokra szorul. Ami azt jelenti, hogy ha más országokból fogják beszerezni a nyersanyagokat, akkor sokkal, de sokkal drágábban tudják beszerezni. Miért? Hát mert megnőnek minimum a szállítási költségek. Hát az a minimum. Tehát az oroszok nincsenek olyan messzire, mint mondjuk az amerikaiak. Vagy bármilyen más nyersanyagforrású ország. És itt nem csak a kőolajról beszélek, hanem bármilyen nyersanyagról. Tehát gyakorlatilag azzal a szankciókkal, amiket most hoztak az oroszokkal szemben, hát amiben mi is részt vettük, és mi is föltettük a táblát, hogy szavazunk, érted? Mi is megszavaztuk, onnantól kezdve azok a nyersanyagok, azok nem fognak beérkezni, mert ebbe bojkottáljuk, hogy nem vesszük meg a nyersanyagokat. Érted? Hát ez az oroszok adnák, csak mi nem vesszük meg a nyersanyagot, ez a bojkott. Hát az oroszok mit fognak csinálni? Hát keresnek más piacokat. Ennyi. Hát ilyen egyszerű. Hát most gondoljátok végig. Ma a világ úgy működik, hogy van kialakult piac. Ami azt jelenti, hogy ahhoz a piachoz van kialakult kitermelés. Kitermelés. Ami azt jelenti, hogy valamelyik országban megnő mondjuk az igény kétszeresére mondjuk a nyersanyagra, nem fogják tudni biztosítani. Mert hogy? Nem arra van kialakítva a termelés, a kitermelés. Teljesen logikus. Tehát mindenütt a kitermelés meg a termelés a fogyasztásra van kialakítva. Ha megnő hirtelen kétszeresére a fogyasztás, nem tudják kiszolgálni. Ennyi. És onnant miért van ez így? Nagyon egyszerű. Főleg a termelésnél igaz, mert a termelés az egy olyan gyors fejlődésen keresztül megy, hogyha raktára termelnek, és ez a raktáron tartott termék kicsit hosszabb ideig van raktáron, akkor közben elavul. Mert olyan gyors a módosítása a termékeknek a fejlesztése. Olyan gyors, hogy egyszerűen, mit tudom én mondjak, egy fél évig vagy egy évig tárolt, raktárban tárolt termék már elavult. Na most, gondoljuk végig, hogyha mondjuk tételezzük fel, mondjuk az USA már nem, mit tudom én, kőolaj importőr, hanem kőolaj exportőr. De most gondoljátok végig, mondjuk ha Európában, mit tudom én, mondjuk annyi kőolajat kellene hirtelen neki exportálni, mint amennyi a saját fogyasztása. Fogja tudni? Ki van csukva? Honnan tudná? Hát az évek, mire olyan mértékben fölfejlesztené a kitermelést, hogy tudná biztosítani. De ez nem csak az oroszokra igaz, hanem a többiekre is. Most gondoljuk végig, vagyis nem csak az amerikai igaz, hanem a többiekre is. Most gondoljuk végig, mint ami az arabok exportálnak olajat. És akkor azt mondják az araboknak, hogy hónaptól kétszer annyit kellene exportálni. Jó, és akkor azt mondják, hogy jó, rendben, de nincs ővezeték. Jó, akkor hajón. Hát de nincs annyi hajó. Hát a hajó az nem tud gyorsabban közlekedni a tengeren, hogy most akkor azt csináljuk, hogy fele idő alatt megtesszük azt a távot.
és akkor kétszer annyi kőolajat szállítunk Európába. Mert ugye tankereken szállítják jó részt az arabok az olajat. Tehát hogy? Tehát teljesen nonsens, amit a világban csinálnak. Tehát gyakorlatilag, még egyszer mondom, az összes szankcióval, amit az oroszokkal szemben kitaláltak Európában az EU, meg, tehát az USA-t mit érdekli, mert az oroszoktól nem exportált. De egész Európa az gyakorlatilag exportál az oroszoktól. Importál. És ugye itt lehet, hogy van import-export, és ebből az import-export, most ha az importálást lecsökkentik, ugye, akkor nyilván exportálni se fognak, akkor ezzel tönkreteszik a vállalkozásukat. Hova fogják mondjuk például az oroszok annyi BMW-t, meg Mercedes-t, meg Audit vásároltak, mint egész Európa. Érted? Na most, ami azt jelenti, hogy most ezt megszüntetik, nem vihetik ki, akkor a BMW az felét, vagy mit tudom én, kétharmadát fogja gyártani meg a BMW-nek, a Mercedes is, meg a Audi is. Érted? Hát ami azt jelenti, hogy a saját iparágukat teszik tönkre. És ezáltal mi meg BMW, meg Mercedes, meg Audi beszállítók vagyunk. Érted? De hát, és az egész autóipar tönkre teszik azzal, hogy nem engedik az oroszokat, hogy vásároljanak tőlük. Tehát valami elmebetegség ez az egész. Tehát teljesen elmebetegség. Tehát ami, ez direkt látni, hogy a lakosság ellen történik az egész. Tehát itt nem arról szól, hogy nem az oroszok ellen történik ez az egész, hanem az európai és elsősorban az európai lakosság ellen történik az összes szankció. És nem az amerikai társadalom ellen, mert az amerikai az nem nagyon foglalkozott az orosz import-exporttal, mert baromi messze voltak egymástól. De Európa az függ, az teljes egészében függ az oroszoktól. Tehát egyszerűen hihetetlen, amit, és ezt nem butaságból csinálják, hanem tudatosan csinálják, hogy tönkretegyék az európai fehér ember életminőségét. Erre megy ki a játék, semmi másra. És ugye ez az lenne a következő kérdésem, és te, ha nem tanulsz, nem fejlődsz, a figyelmed ott van a múlton, ott vannak a problémákon, ott vannak olyan problémákon, amihez semmi közöd, akkor mi lesz veled a jövőben? Na ez a kérdés. Mi lesz veled a jövőben? Mindig ez a kérdés. És nem távoli jövőben, egy-két éven belül mi lesz veled? Tehát azt gondolod, hogy hát de nem fog örökké tartani ez a ukrajnai háború. Legyen így, mindenki azt szeretné. Ne tartson örökké. Minél hamarabb fejeződjön be. Mindenki ezt szeretné. Gondolod, hogy utána nem találnak ki valami új dolgot? Annyira naív vagy, hogy azt gondolod, hogy nem találnak ki utána valami új dolgot. Hát gondold végig, a Covid még be se fejeződött, már jött a háború. Ugyanez lesz. Még a háború be se fog fejeződni, már kitalálnak valami következő baromságot, amivel tönkre akarják vágni az embereket. És ugye miért akarják tönkre vágni? Tehát ez már nem összeesküvés elmélet, hanem ez tény. Így akarják csökkenteni a bolygó lélek számát. Ilyen egyszerű, és méghozzá. Drasztikusan. Tehát drasztikusan. És itt egy kérdés van, hogy ki marad életben, és ki nem. Ez a kérdés. Miért? Mert az ember úgy működik ezt, és jó, ha tudja mindenki. Az ember úgy működik, hogy addig működik, addig él, míg van miért élnie. Tehát van miért élnie. Most az, hogy mi ez a miért, ez most részletkérdés, ez tök mindegy.
Lehet, hogy azért, hogy tudja locsolni a kertben a virágjait. Tök mindegy, érted? Mi a miért? Tehát egy ember addig él, amíg van miért élnie. Abban a pillanatban, amikor már nincs miért élnie, meghal, feladja. Az most mindegy, hogy milyen halálba fog meghalni, föl fogja adni. És mennyi időn belül, az azt jelenti, hogy gyakorlatilag egy-két-három éven belül meghal. Tehát feladja, és tehát ha miért eltűnik, onnantól az ember egy-két-három éven belül biztos, hogy meghal. És erre megy ki a játék. Ez pont összepasszol ezzel a kérdéssel. Nézzük mivel. Hát azzal, hogy ezen a bolygón 35-re aranykornak kellene lenni. És aki nem jut be az aranykorba, mert nincs annyi tudása, az nem éli meg az aranykort. Tehát mai adatok szerint körülbelül az a várományos, hogy olyan 100-valahány millió ember éli meg az aranykort. A mai adatok szerint. Jó? Ami azt jelenti, hogy itt egy kérdés lesz a jövőben. Hogyan viselitek el a halálozást? Ez a kérdés. Oké? Okay. Azoknak, akik elhaláloznak, azoknak már készen van egy másik bolygó, ahova majd születhetnek. Nem a Föld nevű bolygóra. A Föld nevű bolygónak az a szerepe, itt viszonylag már az univerzum közepe felé, nem a közepén, ez olyan, mint például a 8. kerület, az annak idején a város széle volt. Az Budapestnek a város széle, vagyis Pestnek a város széle volt. Pestnek a város széle. Azért lettek olyan lakók a 8. kerületben, hát akik nagyon csórok voltak. Oké, tehát a szegények azok a peremvidéken laktak mindig a városok szélén. Ez régen így volt. Na most a 8. kerület az már a város széle. És eltelt gyakorlatilag. Mennyi? 200 év, vagy 150 év? Ahhoz képest. És már az a belvároshoz tartozik a 8. kerület. Sokkal több a külterület. Sokkal nagyobb a külterület, mint az a rész, amihez a 8. kerület is tartozik. Na, ugyanígy képzeljétek el az univerzumunkat. Amikor a Földet létrehozták, az volt a 8. kerület. Csak most már kiépült az univerzum, és a Földünk az már sokkal közelebb van a központhoz, mint a széléhez. Ezáltal energetikailag nem megengedhető, hogy olyan fajta népségek éljenek, akik nem akarnak ezen a Földön tanulni és fejlődni. Ilyen egyszerű. Mit csináltak például a 8. kerületben a nem kívánatos lakossággal? Tudjátok? Fogták és lebontották alóluk a házakat. És elköltöztötték őket onnan. Ezt csinálták velük. Képzeljétek el. Több tízezer embert kiköltöztettek onnan. A 8. kerületből. Úgy, hogy lebontották alóluk a házakat. Oké, ami azt jelenti, hogy ki kellett költözniük. Világos ez? És ez vár a bolygónkra is azoknál, akik nem akarnak tanulni, fejlődni. Oké? És lehet kiköltözni egy olyan bolygóra, ahol
nehéz körülmények lesznek. Mindenki indulhat újból a kőkorszakból. Jó? Na, úgyhogy vagy tanulsz, vagy így jársz, kész, ennyi. Jó? És muszáj ezt így elmondani ilyen drasztikusan, mert különben nem kaptok észbe. Tehát egyszerűen én azt tapasztalom, hogy a legtöbb ember körülbelül addig lát, míg az óra hegye. És nem lát távolabb. Tehát nem látja azt, hogy mi várható mondjuk fél év múlva, egy év múlva, 15 év múlva, arról meg nem is beszélve. Tehát amiket én már a 90-es években beszéltem, amikről beszéltem, az sorba mind bejött. Amiről a 2000-es évek elején beszéltem, az sorba mind bejött. Miért? Azért, mert kapok információt azzal kapcsolatban a fentiektől, ami várható. Jó, úgyhogy hát egy érdekes világban élünk, vagy tanulsz, hát, vagy készülhetsz a legrosszabbakra. Jó? Ráadásul ugye a mi képzési rendszerünk olyan, hogy közösségben tanulunk, rendszeresen tartunk összejöveteleket. Minden szerdán is, vasárnap is szoktunk találkozni az emberekkel. Most is ugye látom Skype-on keresztül, hogy a csapatok összeültek, és együtt nézik az előadást élőben. Lényeg az, hogy ugye közösségben az ember képes arra, hogy mutatom, hogy a valahova tartozás érzését megtapasztalja, és ha valahova tartozás, az nem csak egy érzés, hanem az egy magasabb lelki szint. A fejlődés egy magasabb fokozata. Méghozzá a lelki fejlődés egy magasabb fokozata. Ha az ember benne van egy közösségben, és abban a közösségben lehetőség van arra, hogy valami olyan tevékenységet végezzenek, amiben lehet adni elismerést, vagy kapni elismerést, vagy mind a kettőt lehet csinálni, és ha az ember ezt már gyakorolja, tehát nem csak a közösségben van benne, hanem az elismerést nyújtja, és az elismerést kapja, vagy kapja, nyújtja, inkább kezdetben úgy működik, hogy kapja, később már nyújtja is, akkor, és ez rendszeres, akkor már eljutott az elismerés lelki szintjére. És ugye azért fontos ez, mert gondoljátok végig, ebben benne van, hogy valamit adunk. Ha az ember ad, azt adja önzetlenül. Tehát amikor már az ember az elismerés szintjét, lelki szintjét gyakorolja, akkor már az önzetlenséget kezdi el gyakorolni. Tehát önző ember nem tud a lelki fejlődésen végig menni. Csak az, aki gyakorolja az önzetlenséget. Az önzetlenség gyakorlása pedig avval kezdődik, hogy valaki a valahova tartozást, tehát egy közösségben, egy csapatban képes együtt működni másokkal. És ha már, honnan tudni, hogy valaki elérte már az elismerés lelki szintjét, az, hogy nem magáért csinálja az elismerést, hanem másokért csinálja az elismerést. Tehát magyarul az önzetlenség már része az életének. Az önmegvalósításba úgy tud az ember eljutni, hogy az ember képes arra, hogy amit tud, átadja a többieknek. Tehát a tudását, tapasztalatát
átadja, és megint csak, mivel előzőleg megtanulta az önzetlenséget, ezért önzetlenül legyen képes a csapatának átadni a tudást és a tapasztalatokat. És ha megvan az önmegvalósítás is, tehát ezt már az illető gyakorolja, tehát önzetlenül tudja gyakorolni, tehát ugye az első lépés volt az önzetlenség, a második pedig a magas szintű tudás, akkor jön a küldetés szinthez, ugye küldetés szint begyakorlása és eljutás a küldetés szintbe, az azt jelenti, hogy ne magadért csináld, ne a családodért csináld, amit csinálsz, hanem ennél sokkal nagyobb célokért, az emberekért, mondjuk az emberiségért csináld, tehát az emberiségért csináld, ami azt jelenti, hogy ha az emberiségnek jó, akkor nyilván jó lesz a családodnak is, nyilván jó lesz neked is, de ha az ember nem tanulja meg az önzetlenséget, és ezt nem gyakorolja tovább, ezt az önzetlenséget még egy magasabb fokon, akkor soha nem fogja azt csinálni, hogy ne magáért, ne a családjáért tegyen, hanem sokkal nagyobb dolgokért, amit úgy hívnak, hogy emberiség. Vagy úgy hívnak, hogy bolygó, ami még több, mint az emberiség. Mert a bolygón itt vannak az élőlények, a bolygón itt vannak az élettelen dolgok, sőt, itt vannak a bolygón a magasabb szintű szellemlények is. És akkor megvalósul az, hogy az ember bejuthasson az aranykorba egy olyan célért, hogy visszakerülhessünk abba a létformába, ahonnan idejöttünk a Föld nevű bolygóba, vagy bolygóra. És ez pedig az isteni létforma, de valakinek jobban tetszik, akkor kezdetben, ugye a legalsó szinten, angyali létforma. Csak ugye, na mindegy, ezt nem itt mondom. Na szóval lényeg az, hogy az aranykornak az a célja, hogy az emberek egy elnyomásmentes társadalmi formában tudjanak tanulni, ahol nincs szükség az emberek irányítására, mert mindenki tudja tenni a dolgát, és mivel nincs elnyomás, az emberek tudnak fejlődni, mivel a legnagyobb, az egyik legnagyobb akadálya a tudás elsajátításának az, hogy amikor az ember elnyomást kap, akkor képtelen a tudás befogadására, illetve átadására. Szóval a lényeg az, hogy egy csodálatos dolgot csinálunk, amivel az egész emberiségnek jót tudunk tenni, és hát azért kellene dolgozni azon a számon, hogy ne csak ilyen 100 millió, 100 valahány millió jusson be az aranykorba, hanem ennél azért jóval több. És ennek ugye az a feltétele, hogy a tanulóink szervezzenek minél több tanulót. Hát köszönöm szépen a figyelmeteket, jó tanulást kívánok mindenkinek, a szünet után már lehet is gyakorolni a tanulást. És köszönöm szépen a figyelmeteket, szünet után találkozunk, szeretlek benneteket, sziasztok, visszaadom a szót a házigazdáinknak. Köszönjük Szellacsik Miklós mesterkócsnak a képzést. Igen, köszönjük szépen még egyszer, nagyon fantasztikus képzés volt. Rengeteg információt kaptunk, és nagyon összeszedett, nagyon részletes információk, úgyhogy köszönjük szépen Szellacsik Miklósnak még egyszer ezt a képzést. Én javasolnám, aki hallgatja az előadást, hogy hallgassanak Szellacsik Miklós mesterkócsra, kezdjék el mi hamarabb a képzés, hiszen megéri. Hozd meg életed legjobb döntését. Szeretnénk kicsit arról beszélni, hogy nagyon kedvező itt a tandíj, nagyon megfizethető áron van. Ez havi díjban, bocsánat,
Óránként 330 forint, ami 30 óra képzést akar, ez 9800 forint, nagyon csekély az az összeg. Ettől eltér az első hónap, ez 660 forint óránként, de szerintem ez is nagyon csekély, 19700 forint, ezt máshol is elköltjük. Úgyhogy javaslom, hogy vedd fel a kapcsolatot a vezetőddel, az ajánlóddal, aki szimpatikus számodra a PPH-sok közül, és várunk szeretettel közénk. A szünet után személyiségfejlesztő coach képzésünk lesz, amelyen, ha szeretnél részt venni, várunk szeretettel. Most pedig 30 perc szünet következik. Köszönjük! Köszönjük szépen!